Erős hármassal fejezi be, és hát King Winnel technikai probléma egyből. Ez fura, mert ugye Kósból is Lemaradt jön. az edző. Hú. erős kezdés, az edző az lemaradt a szerverről, a Kingwinnél. Igen, hát náluk már van ilyen. Ez úgy tűnik meg is oldódott, úgyhogy folytathatjuk a második körrel. Tehát a Team Rákosi megnyerte, és itt eléggé vegyes vásárlás van. És megnézheted, Vinárnál egyetlen egy pisztoly, de most felvett azt a Galilét, ez valahol el lett hagyva. Tehát két Galilunk, egy UMP-nk és két darab megtízünk van, ez teljesen jó. Túloldalon pedig ment a Force, három darab Diglu és kettő darab CZ. Nézzük is pozíciókat, egyelőre mintha kicsit elfelé mennének. Ugye Bomba majd ajtóból érkezhet. az első kondat ez középen volt, és most el is küldik. Másodikkal viszont meggyődik a problémám, pedig kiérkeztek az ajtóból a játékosok. Bomba lekerül, kettő életbe kellene elindítani a CT csapatnak. Sparrow És hát ki is igazából az teszi. ennyi volt. Z-ben meg fogják találni az utolsót is, még Mauzinho Igen, betasz mert egy elvisz. freget CZ-vel. Így. És felvett az UMP-t. Itt minden frag ajándék lenne nekik pénzügyileg, főleg ez az UMP-vel, de hát meglátjuk, hogy mi lesz. Átmegy CZ-re, és nagyon nem megy. Na, egy Szívesen esélyük. tekintem. Rip. Rip. Elnézést, srácok. Annyira Ez ráfeszültünk kimaradt. a Kingui meccsre, hogy így néha kimaradnak ilyen kis apróságok, hogy képi anyag, de most ez így Igen. Igen, lefut. preview De hát editor, bezavart. átadtuk ugye a régi focis rádiós közvetítések élményét. Igen. A Magyar Ezért vagyunk Esport Rádió hárman. visszatért. Így van. Ha már ilyen Rákosi meg ilyenek vannak is, akkor teljesen korhűek voltunk ezzel a kis beköszönéssel. Még egyszer elnézést, érted? Na de amíg ez a kis technikai malőr lezajlott, úgy tűnik, hogy az átvonulás sikeres volt. Hyper egy kés beszúrt Gaminyóra, de ennyi volt. Hát ez az ennyi Ezt volt, is lezárták. ez elég könnyen elrendezte ez... Azért ez 1500 dollár. Akárhogy is Hát nézzük. figyelj. Amennyire flagma volt ez a késelés, pont annyira flagmán kezeltem én is. Hát, igen. És egyébként kis spoiler ezzel is, úgyhogy én nem is tudom, egy-két másodpercre vagy talán előrébb, ez most ennyire... Ejjjjjj. Kis, és közben pedig akkor fegyveres kör. Két Galil. Rákosi csapatnál 3 OK-val együtt. Ezzel szemben pedig 4M4, illetve egy AWP is. Igen, hát úgy tűnik, hogy egyelőre mind a két csapat az agressziót várja kicsit. Megy a tunkolás, de senki nem jelenik meg sehol. Az idő szépen telik, de azért még bőven van rengeteg. És egyelőre a bomba még ott A környékére, illetve most már szépen a teljes Rákosi csapat A környékére kezd kerülni. És úgy tűnik, hogy ebből a Kingwing még sokat nem sejt. Egy játékosuk minden van, ketten pedig Bén. Hamarosan megindult a forgatás, hogy jönnek be a gránátok, és az első feget tank húzza be, nézzük, Majcu, meg van neki kettő, de hátból lövik a füst szélén, úgyhogy nem lesz több. 3-3 ellen a bomba most valószínűleg le fog kerülni itt a füstök árnyékában. És úgy tűnik jól sikerül a folytatás, megvan Sparrow is. Egy AWP-vel és egy M4-gyel kellene visszafoglalni. Pozíciók pedig jók a Rákosi oldalán. Kérdés az, hogy Rallerre mennyire számítanak, aki mainből érkezik már. Ők is őt inkább egyébként, közben. Hátjaik nincsen, de Lifuskit viszont van. Mert eddig a pillanatig volt. Egy-egyes cserével arról nem fejezi be, illetve az ő halála fejezi be a kört.
És hát jöhet is az ötödik kör, ami ismételten egy force kör lesz a Kingwinnek. CZ-k és Diglu kerülnek elő. Tűnik, hogy egy kis agresszió Nyikorból érkezik, de az ellenfél csapata teljesen más irányba mozog. És mindez öt játékos Bane van. Mennek befelé a hegek és a molotovok. Mások sikerül megfogni valamit, Rallen. Megvan a második is. Ajajaj. 2-2-re bekerül valószínűleg a bomba, hogyha a magyar csapat is így akarja, így bizony, kerül is le. Hát most már, hogy felvettek még két darab AK-t, bőven van keresni valójában a Kingwinnek ebben a körben. HP-val is kicsit jobban állnak. 2-1-ben marad Mycream, és nem sikerül megoldani. Úgyhogy a bomba fel lesz szedve, úgyhogy még kit sincsen Kingwinnél. Meg is szedzik az első körüket. Pedig amit az előző meccsen láthatunk, és itt nem, az ugye visszálljuk a chatben. De a Kingwin ez már ilyen szinten érettebb a franciákkal ellentétben, legalábbis annál a francia csapatnál. Ez így látható volt, hogy magyarokkal azért össze tudtak kapni. Itt az lengyerek tudják ezt kezelni, ez pedig Rinner tud elintézni középen. Bén is elsőd az állókhoz Baron kezében, úgyhogy 4-4-re módosul az állás most már. És arra érkeznek füstök, legalábbis egy biztos, miután az amoló kiment középre. Itt a Mike nem meggondolja. Szarú ismét elsüti az AWP-t. Tank pedig Mihua végez. Magus elszáll tetejéről, az Fregel, Sparrow ispét HVP-jével. Lassan 4K is összejöhet neki, hogyha az utolsó embert is el tudja vinni magával. Illetve hát neki nem is kell meghalljon. Jó kérdés, hogy most az egy darab AVP-vel 1v3-ban mit szeretne kezdeni Rinar. Úgy tűnik, hogy visszamegy, valószínűleg B felé tart. Nem, kijön középre. És innen szeretne valamerre menni. Jó kérdés, hogy mennyire tudja meglepni ez az ellenfeleket, ugyanis most ugye egy játékos ám van, egy játékos Bane, a harmadik pedig Sparrow, ő CT-n van, és figyeli Z-t, illetve Mane-t is. Hát igazából ez egy le van zárva, mi... Oh, jó, ennyi, lebukott. Igen. Meglátta őt. Monzinho. Mondjuk AWP-vel akár még le is hozhatja egyébként, de szerintem nem kockáztatja. Nincs idő, nincs idő. Ki hozza, így van. Azt akarta szerintem itt Renard elérni, hogyha kimegy középre, akkor ugye a középen játszó játékos általában egy kicsit jobban elengedi a gyeplőt. Nem annyira figyel, több oldalra kell nézelődnie, stb. Vagy esetleg azt kiszedheti, és onnantól kezdve pedig majd, hogy egy nyitott útja van Renárnak, vagy B vagy A fele, mert tudja, hogy mindenképpen egy 1v1 szituációval fog találkozni, és nem pedig 1v2-vel. Mert az ugye az elég elképzelhetetlen, hogy mondjuk két CT, egy 1v3-ba két CT mondjuk állnegyem egy meg középen. Hogyha meg a közepet szabadon hagyták volna, akkor meg maradt volna pitti-pitti. Megint csak, hogyha mondjuk kettő egybe védték volna a szájdokat esetleg a Kingwinosok. Így van, igazából az sokat segített, hogy Sparrow ugye kint volt CT-n, szóval hogyha megpróbált volna mondjuk utáni Z-be, akkor is találkozott volna valakivel, aki közvetlenül letartotta. És hát jó kérdés, hogy melyikük lett volna gyorsabb. Főleg, hogy eléggé off-angle volt Sparrow. Itt közben minden megindul az adok kapok, majd szóbeszúrt két freget. És rögtön gondolkodásra is késztette a Rákosi csapatát, akik úgy tűnik, hogy megindulnak Main felé szépen lassan nyugodtan a bombával. Nem kell elsietni, jövő mondod, idejük van még, bombájuk is.
Na hát úgy tűnik, hogy nehéz indulás után kezd visszajönni a Kingvin a játékban. Most meg tupla AVP-vel játszanak. Spero Bane fogja. Ozinho pedig áll használni ezt a távcsás fegyvert, ahol éppen jönnek a gránátok. Megvan neki az első frag. Ebben a pillanatban ki is hegelték. Jönnek be szépen a terrorok ára. Egyelőre problémásan, mert majd szóval nem lesz. Lelő, aki csak az útjába került. És úgy tűnik, hogy 2v3-ba kerül a bomba. Jöhet a visszafoglalás a CT-ktől. Új ember jó. Már itt van mellettük. Nem nézik Nikolt, és kinéz a nyikoros ember Allen! Lehet, hogy közben pedig szerintem nagyon jól tudják, hogy utolsó ember mellett. Sighton, így van, el is lövi magát. A magyar és Spero végez végül az AVP-jével. És igazából elkezdődött az a várható menetelés a Kinguintól, amit egyébként a Kinguintól egy tegén Spero, Mausinho, Rollen szintű csapattól ugye elvárnánk. Abszolút. Óriás nagy bravúr lenne az a magyaroktól, hogyha ezt a meccset esetleg le tudnák hozni. Hát igen, itt már kijön az a különbség, hogy nem egy mix csapat. Tényleg egy komolyabb ötösről, ami azért már jó ideje együtt van. Mert ők nagyobb csapatok ellen is játszanak, tehát nagyobb, nagyobb és jobb tapasztalataik vannak. Pedig 4-4-re módosul az állás, a dupla AVP mindig megvan. Nem szemdoltak arra, hogy Google-ba ki fogja tolni Majcu nekik a main-t. El is tudott hozni egy embert, le tudta infózni Reinhardt. Igen, duplát lőtt. Úúúú, majdnem duplát lőtt Mausinho. Reinhardt előtte, mögött pedig ott jött Mike Green is. És ebből talán még plant se lesz? Az meg lesz. De az meg lesz, az le fog kerülni. Mi ezzel kell magának magára hypernek, mert nagyon kevés HP-je van, Spero-t kell hagyni valahogy érvényesülni. De ő ezt nagyon jól tudja a magyar játékos is, hogy... Uff, az a hack pont mögé ment. Nagy szerencse volt ebben a formában. Hyper kerül egy jó nagyot, erre már biztosan fog számítani. Én az inkább egyfajta terelés lesz majd, hogy kinyitja az ajtót. És az AWP is kipikkel, fuha, az eléggé kockázatos. Na most kinéz, és Quadot üvöldözgeti, bemegy Hyper, benéz Quadra, előjött. Magyar és most jött a táncikálás Sparrow-val szemben. Sparrow-ja felszerett egy AK-t a földre, a dobozon keresztül fejbe lövi. És végül Davinho hozzá a szituációt. Az AWP nem tudja elhozni, a bomba robbanni fog, de újra vezet a Team Rákosi. Így van, egyelőre nem adják ki a gyeplit a kezükből. És a pénzekkel nem állnak valami jól. Ez a 3 gali, illetve most már 4 gali is mutatja. Igen, hát ez a probléma azzal, hogyha elbuksz egymás után 4 kört, úgyhogy senki nem éri túl. Aztán nyersz egyet, úgyhogy senki nem éri túl. Nem lesz pénzed. Jó, pedig ott a gráta meg is hal, meg is van. 3-2-re támadhat most már a Team Rákosi. Bombájuk van. Itt kontroll szintén. Mindjárt ékosan állítva egy B-n várja őket, illetve most már Mausinho, mert röviden foglal a helyet. De most már ott sem, egy-egyes csere. Bombai nagyon hamar lekerülhet. Puszti valószínűleg tud infózni a B-s játékosra. Nagyon hamar hátba is lőheti akár, viszont hogyha meghal Camino és meg is hal, nagyon könnyen leszedheti a bombát akár Hyper, és azt, hogy ezt le akarja elszedni. Pusztinak hátba kéne lőnie, húha, és leszedi még pont időben, és Puszti pedig későn érkezik. Így 5-5, csak azon sem egyik csapatnak sem lesz jobb ettől. Így van, ez magyar oldalon a tipikus nyerték bukták. Nem éppen a legjobb helyzet, amiben kerültek. Túloldalon pedig hát fogy a pénz, sok embert veszítenek, azért ők sem viszik túlzásba azokat a köröket, amikor magabiztosan 3-4, esetleg 5 emberrel túlélnek valamit, és tényleg
maximumot kihoznak saját köreikből. Már a győzelmen felül. Hát vegyes vásárlás. Rákosi-tól Galil M4 P250-ek. Kérdéses, hogy ezzel mire mennek majd. Viccen kívül nektek hány másodpercnél jár a meccs? Nekem egy 20. 11. Nekem előrébb van a GoTV-n, de én egy percnél vagyok. Akkor... Wow! Nyomok egy Ritterheizer. Valami nem oké. Valami nem oké. Majdnem live-ban nézve a meccset. Ez a meccsen is volt ilyen probléma, csak ott ilyen 3 másodperc volt csak a delay, nem fél perceg. Nem tudnátok mi a helyzet, de már vége a körnek. Jó, ne spoilerezz, légy szíves. Most... Érdekesek ezek a Cevó GoTV-k. Nekem 1.43 most. Csak a GoTV-k lennének érdekesek a Cevó. Nekem 1.43 most a meccs. Köpkör. Jó, oké. Okay. Ez nagyon jó. Ez még 35-34. Oké. Okay. Pici Bernálod. Na, nem, 5-5 az állás is, 33-32. Nem, te vagy nem maradva vértem? Nem, nagyon jó. Nem. Jó. Nálam már 6-5. Akkor srácok, szorvosoljuk. Kaptuk. Nyomok szerintem egy reconnectet szeretik. Szerintem nekünk kéne reconnectet nyomni, előre vagy akkor nekünk is előre. Nem, szerintem ez bepagolt nekem, vagy valami. Jó, hát nézd rá. Én is előrébb vagyok piszűvelni, csak ott 2-3 másodperc a különbség. Jó, lényeg az, hogy ti legyetek együtt, akkor én igazodok. Jó. Bocsánat. És ez annyit hozzátennék, hogy a HLTV is ugyanaz van, ahol mi, Daddy. Oké, jó. De a HLTV abból... Jó, mindegy. Sőt, az még hátrébb van. Csinálj csak, amit tenned kell. Nézzük addig a mérkőzést. Ismét A körön a Rákosi. Allen is majd szóval, hogy úgy, hogy megoldják a problémát, sőt... Hát ezt nagyon gyorsan betalálták mind az öt játékost. Na pont ezekről a körökről beszéltem, amikor így öten túllélik, akkor az azért nagyon jót az a gazdaságnak, senkinek nem kell újra vásárolni. A gránát bőven megmaradtak. Csak ott alig pár száz dollárokat kellett mindenkinek kiadnia. Úgyhogy most már elkezdhetik szépen a lengyelek építeni a gazdaságot. Most teljes fegyveres vásárlás, viszont azért gránátokkal eléggé el vannak maradva. Ahoknál például csak egy decoyt láthatunk. Viszont van egy SG-53 a cserébe. Hát, volt. Igen, volt. Igazad van. Ez már lejárt lemez, az már nincs. Sajnos nem láthatjuk, hogy azt a decoyt, azt mire lehetne használni egy ilyen körben. Hát nem is igazából nem is tudjuk, hogy lenne itt a háttérben a taktika. Időre. Picit passzívabban játszanak most így az ember veszteség után. Továbbra is itt mainnél sorakoznak. Talán elkezdték fontolóra venni, hogy más irányba kellene. Így van, Gavinyót felteszik boostra, és ő le is érkezett már középre. Embert viszont nem látott. Z-ből ugyanis kivonult Sparrow. Akik most már pontosan tudják, hogy ez egy B-kör lesz, és érkeznek a füstök is. A Rákosi bent van a lerakón, ez már az övék, viszont a CT-k vannak a közelben, és majd a Sparrow-t szúrni egy-egy freget. 2v3 a bomba még mindig nem került le. És ez itt van Gustavnál, aki bent van a sarokban. Ez a kör is ennyi volt sajnos, vagy nem sajnos. Nagyon gyorsan beérkeztek. CT pedig már idősen volt sok, szóval abszolút kapkodniuk nekik nem kellett. Na most lepauzoltam párszor a GoTV-t. Mondjatok azt, hogy nálatok is az majd 4-3 nagyon mosag időkérés volt. Időkérés nálatok is? Még nem. Igen. Ja, még nem. Most már. Nálam időkérés van. Jó, akkor nem egy ilyen 4 másodperccel. Én úgy láttam, hogy elkezdte számolni, hogy körülbelül 2-3 másodperccel vagy előttem. Igen. Lehet, amíg taktikai időkérés van a Team Rákosnál, lehet, hogy elmehetnénk egy várakozó képernyőre Rinár és... mi az? Rinár? Pont ő írt, bocsánat. Piciber és nyomhatnánk erre konnektet így együtt. Ám legyen. Hogy a nézőink élvezhessék jobban az adást.
illetve mi se vágjuk át egymást. Igen, tehát hogy ez így ne szerezzem le azt, hogy tehát én, amikor ti még belementetek a 6-5-ös körbe, én már 7-5-nél jártam az adóba. Tehát az, az egy epikus spoiler. Tehát, hogy igen, az van nem mindegy. Ennél epikebben is akarhatsz. Vagy csak hazudnál, mert azt infoznád, mi történne ott, és még nem történik nálunk az. Igen. Mint hogy nálunk más történik, más. Trúsolsz. Ennyire egyszerű. Látod a jövőt. Pedig vége az időkérésnek, mi pedig pont megérkeztünk. Kapjátok is a képes srácok, nem kell megijedni. Nem kell pánikolni. És akkor reméljük most már minden rendben. Echo körön ott Rákosi, illetve pár pisztoly, pár kebó befigyelt még. Egy ajtóból érkezik mind az öt terrorjátékos. Mert itt majd Mausinyónak lesz nagyon fontos szerepe, hogy amikor kinyitják azt az ajtót, akkor mit tud elvinni magával. Hát igen. Tehát ez az a pozíció tipikusan az, ahol valószínűleg nem fogja túlélni a kört, ha csak van nagy csoda nem történik. Hát mondjuk fejbe lő mindenkit. Viszont hogyha két-három embert el tud csípni, az már bőven jó lenne. Na most nyílik az az ajtó. Jó, kettőt lőd, van neki egy-kettő, tessék! Majd is besegített kettővel. Buszti marad egyedül. A bomba kiesett. Ő meg hátra. Úgyhogy... Kilenc-öt, megérkeztünk a félidő utolsó köréhez. Itt kellene talán szépíteni, azért ez a cash egy 15-ös CT oldallal erős lenne. Hát igen, pont akartam mondani, hogy azért egy kicsit jobb támadás kell ezen a pályán, ahhoz, hogy itt a magyar csapat labdába rúghasson határozottan. Ez egy nagyon szép fakító volt. Sparrow, hát Confidor az arcába kapta. Ez pedig Roland Fegel. A mouse is. Hát ez nagyon jó mid control. Igen, őre. Roland pedig kicsit megégett. Sparrow belövi B-n. Nyerte meg az AWP-s párharcot. Bombájuk nincs. Magyaroknak. Nagyon jól csinálják egyébként az AWP-dők, hogy megé dobták a füstöt, úgyhogy ad egy nem látják Rákosi csapatának tagja, így hol le van. Az kettő, hogyha felveszik, akkor instant lelövik őket. Kis résen. Hopi füstön át. Hát volt azért kis rés, csak nem tudom, hogy ebben tényleg sem mennyit lehetett látni, hogy őszinte legyek. Akkor 10-5. Kérdéses, hogy erős lesz-e, elég lesz-e ez az öt kör. Mert hát nem tudom, most így nagyon friss hivatkozási pont, nem tudom, ki látta a Phasis az Astralis meccsét az E-League döntőben, ma hajnalban. Igen. 12-3-ról visszajönni CT-ben, cash-en, majd félmillió dollárt nyerni. Nem lehetetlen. Phasis-ek kellene. Nem feltétlenül ez a szint az, de hát bármi megtörténhet, úgyhogy nem kell senkit leírni még. Csak a fészt. Fészt leírni? Igen. Hát adóból maximum, amit rákoltottak. Na nézzük. Érkezik a támadás, egyelőre kicsi erőtlen. Bomba még nagyon messze van. Ezt csak most kezdik el hozni. Négy CT játékos itt van el. Hamarosan érkezik az ötödik is. Nézzük, Mausinho. Hoppá. Nem rossz. Michael viszont nem számítottak. Diffuse-kit van, egyébként, hogyha véletlenül lekerülne az a bomba, de nem úgy néz ki az állás. Én úgy tűnik, hogy egyébként nincsen információ arról, hogy mind a maradék három CT játékos itt van még áll. Úgyis ajtóba érkezik a bomba. Ó, de ki lett zárva egy CT. Ó, de most... hát az...
Renárt nem kell szóval előzetni ilyen formában. Azt a mindenit, de végül Feró, az a fejlővés, az nem volt egyszerű. Az. Hát az nem. Egyébként a másik kettő sem. Betöltöm, paf, azonnal egy golyó. Hát, lehet ezt így is. Én Reinhardt olyan információt kaptam, miközben Spire zajlik, és megint több helyesek, hogy ugye Cash Overpass, illetve Cabo-szon lesz a pálya. Cash-re, illetve Overpass-ra pracoltak, Cabo-re semmit. Nekik az első két pályában azt meg kellene oldaniuk, különben a Kingway valószínűleg a harmadik pályát be tudná húzni. Viszont amit látom, de még ott van a mix skill ugye, hogy azért az... Azért tud ütni, hogyha egy csapat nagyon mixel, az a van, hogy egy profibnak vél csapat nem tud mit kezdeni egyszerűen. Igen, de egyébként amit is látunk, 10-6-ra vezet a Kingway, és Cash elméletileg a legerősebb pályájuk. Igen. Uha. És csak hogy teljes legyen a kép, Overpass pedig a második legerősebb pályájuk. A P90-nel le lesz darálva itt Rollen. De egyelőre egész jó sebzés oszt ki. A Kingway, egész meddig. Mauzinho a scouttal, egy ember, nincs tovább. Tetszik ez a jövő idő, Daddy. Mármint? Tudod, hogy jövőre fogsz beszélni. Hát például ki fogja tolni P90-nel, meg fogja ölni. Nem, nálunk most, már megtörtént. Most komolyan? Hát jövő időben mondtad, de nálunk már megtörtént. Ja, jó. Megesik. Nálam most elesik. Na, jó, akkor kicsit belegyorsodhatom. Hogy a GoTV-t is lehet pörgetni egyébként, mind a demókat. Igen, csak én... Régen 0 delay-re lehetett pörgetni egy GoTV-t. Most már erre tebetek kell, hogy a... Békitolás a magyaroktól. Hamar végig is lett a körnek. Legalább most egy 10-8 egyébként. Szintén. Az okay, jó. Kicsit belepörgettem a témába. És talán most jön a kérdés, hogy így lepörgettük az iskolaköröket és 10-8 állás. Mi következik a továbbiakban? Kingwin továbbra is az erősebbnek vélt oldalán esnek. Tegyük hozzám, hogy a Team Rákosnak 8 köréből 6, az az első kör plusz a hozzájuk tartozó 2 kör. Tehát az a 8-ból 6 kör az első kör és az abból a következő iskolakörök voltak. Azon kívül kettőt egy... tudtak lehozni. Igen, de az is szinte zsinóra ugye az egyik utána volt közvetlenül, egyet pedig 4 bugot kör után szúrtak be. De egyelőre, ez a statisztikai felmérés nem sok jót sejtett. Hát nagyon nem, főleg hogyha azt nézzük, hogy az a talán így mondhatjuk egyedülálló kör az előző fél időben, ami kilóg a kicsit a többitől, az is egy eszméletlen clutch volt. Ott a quad környéki táncikolás. De egyelőre tényleg nem valami túl erős az, amit látunk a Rákositól, de hát itt az ideje bizonyítani, hogy megy ez jobban is. Talán ezeknek a mixeknek ugye szokás mondani, hogy a CT oldal jobban megy. Sokkal a skill-based-ebb, úgyhogy... Elég kettően fogadták az SMG-t egyébként. Mihu duplázik. Mehet be közben az átámadás a Kingwintól. Át is teljesen ki fogja kipucolni, így van. Röviden érkezik az utolsó átvédő magyar, aki azt tudta, hogy Sparrow már benne lehet szállítani, hogy egy kis info malőr. Renár pedig levár egy Rolland B-n. Ő már tényleg azt mondta, mentésre megy, de ezt nem fogja hagyni a Team Kingwin. Már futnak rá annyi oldalról, ahányról csak lehetőségük van, minden egyes kijáratot elzárnak, és egyszer rá fognak menni szépen Reynárra. Na, Mauzinho, nem Mauzinho, Hyper lövél, őt állta meg Reynárt legelőször. És tényleg szerintem megint le vagy marad egy kicsivel, de ennyi legyen. Nem hiszem, vagy nem tudom. Szerintem csak hozzád képes már nekem. 11, 10. Ja, jó. Neked mennyi időben ott 6, fönt? 5. 4. Egy másodperce vagy előttem, úgyhogy okay. Az nem rel, annyira szerintem az nem rel. Egyébként amit az előző körben még felrólhatunk hibának, hogy két MP9-es is megtartottak a full fegyverek ellen. Igen, ezt mondtam, hogy megtartottunk két SMG-t.
nem igazán értettem, mert igazából volt pénz. Volt bőven SMG darálás előző körökben, úgyhogy nem kellett volna annyira spórolni, de hát látjuk, most... Most megint egy, nem egy fullos setupunk van. Renárnál CZ, Gavinyónál ott UMP 45. Igen, hát az előző körben... Nincs defuse kit. Igen. Az SMG-kkel is inkább az ott a nagyobb probléma, hogy MP9-ek volt. Igen, tehát... Ugye a páncélátütése az szinte nullnak. Pontosan, hogyha UMP-t lettek volna, akkor azért más lett volna ott szerintem a szituáció középen is. Az entry eleve máshogy zajlódik szerintem, de... Ki vagyok én, hogy időben jósoljak. Hát igazából a második ember, akivel találkozott Mihu, ő csatiba volt, és ha jól emlékszem neki... Azt a mindegy, Rallen! Oké. Most kíváncsi leszek, látni, találkozik-e a második játékossal is. Te jó, és a Roland kinézett középen, és egy gulyót így elengedett a világba. Azzal megtaláltam a rendőrös fejét. Szóval ő csalnak? Igen, mindenki csal, ma mindenki csal. Nem láttam még az előzményeket, látom, hogy a Flame mind az állat. Mindenki nagyon sós ma a Twitch-eten, de előzményeket sajnos nem láttam. Szintén folytatja. Na. Talán egy láb kilógott, ezt nem láttam. Nem tudom, itt láttátok-e. Hát, viszont előre diszkálódnak ki lábak. Ezért kell soványnak lenni. Hát úgy tűnik, hogy a Kingwinnek is érkeznek a vadsátok a mérkőzésen. Azért abban a körbe kettőbe esett. És hát ma 12-8 van. Nem túl biztató, főleg, hogyha azt nézzük, hogy pisztoly... Jók vannak csak a Rákosinál, 4 darab P250 és 1 darab USP Gavinyó kezében. Ketten is itt vannak középen. És hát hullanak, mint a legyek. Rallen valószínűleg megtalálja a másikat is így. És hát jött is a támadás röviden, illetve main fogja keríteni őket. És ugye jönnek azok a körök, amikről beszéltem, hogy nem eco kör, fullos vásárlós körök, vagy akár anti-ekók, és feltörlik a padlót a magyarokkal sajnos ilyenkor. Úgy látszik, hogy a pisztolykörökben vagyunk erősek, de szerencsére azért pisztolykörökkel nem lehet meccset nyerni. Most nem tudom, magyarok szempontjából sajnos. Most ugye megint bevásárolunk, ha ezt a kört elbukják a rákosi játékosok, akkor már mehetünk is a következő pályára kb. Akkor utána rákövetkezne egy Echo, ez 15, és akkor lehet hajtani, hogy zsinórba 7 kört lehozzanak fegyveres körökbe, azért, hogy hosszabbítás lehessen az első pályán. Ezt még kimondani is rossz, hogy... Igen. Cashen CT-be. A Kingwin ellen. Igen. Ez hát nem egy phase, hogyha már ők voltak az előbb a hivatkozási pont. A Phase Astralis mérkőzés, ez nem egy Phase Astralis. Bármi megtörhet. De Sparrow egy gyönyörű szépen drill-el kezdi. És majdnem ott a folytatás, és végül Hyper fejezi be. És a boostolt ember. A boostolt emberünk! Nagyon jól szerepel eddig, most Sparrow pisztolyra próbálja levadászni, de leugrik a boostról. Gavinyó. Le van kerítve. Ez valószínűleg Sparrow tudja. Igen, ezt valószínűleg tudta infózni, és hallotta, akkor nem áll itt a boostnak háttal. Most Rallen próbálja egyszerűen becserkezni, csak Rallen mögé közel érkezik. Egy emberünk, akit letart természetesen Rallen. Sparrow nem mer kijönni AWP-vel. Tudja, itt van valahol Gavinyó, és letarthatja őt. Várja, hogy a társak megérkeznek. Eközben pedig Renár is mindjárt itt van. Izgalmas keringő lesz ebből. Igaz. Senki sem tudja, hogy ki hol van. Itt láthatjuk, Gavinyó kint van ajtóban. Érkezik be a támadás. Igen, felül a bombon. Zárt fog itt futni, de hát nem. Nincsen meg. Szegény Gavinyó 3-at ölt a körben. Még sem tudták lehozni azt. Nem, igen, ez a lősz 3-at is nem volt elég, ez egy kicsit kellene. A legrosszabb érzés. Kicsit olyan igen. Isten, rossz helyző van. Igen, ennél az a rosszabb, ha 4-et elősz, egyet lesebzel, és úgy... és a többiek nem tudják mellé tenni azt a...
Az az egy ember. Hát igen, de hát... Igen. Hát ez egy ilyen játék sajnos, vagy ez nem. Ez a csapatjáték. Továbbra is. Na és hát jött a force körünk, nem ekóztunk, nem próbáljuk kihozni döntetlenre. Úgyhogy jött a Mach 7, egy M4 és egy FAMAS, ami kapásból egy mauzinyót tudott szedni. De hát menni fog így az átámadás, mert az egyetlen AV-dőnket Gavinyót kiszedték a kinguinosok. A Sparrow kicsit túlvállalt van az AVP-vel, olyannyira, hogy kitolták ugye B-t a magyarok és a bomba az övéké. Levéthető a bomba innentől kezdve. És tartják is. Igen, ez az a lehető legrosszabb helyem esett most a... És ezt nagyon jól le tudják nézni. Itt a fehér kocsin keresztül egyrészt, meg a B felől vagy középről érkezőket szintén. Valószínűleg már boostot tart. Már boostot tartunk. Erre számít. Az igen. Érdekes. És azonnal kapra ellen egy fejest. A... volt ember. Ó, és ajtón keresztül majdnem meg volt Hypernek Gustafsson, és ott a egy egy Mycream és Hyper között bele sétál Hyper. Wow! 9. Érdekes. Érdekes readek vannak. Fogalmazunk így. Most... Ez a boostos dolog, ez egy kicsit meglepesz. Ez meglepett engem. Nem tudom, hogy most én vagyok ennyire rossz játékos, hogy globálban ilyet nem csinálok, hogy a boostra tartok, hogyha itt lövök embert, de nyilván a magyar topok teljesen más szintet képviselnek, mint én. De ez elég érdekes read volt valóban. Maradjunk ennél, hogy érdekes, nyilván... Megkérdelezhető. Oké, okay, nem is feltétlenül az, mert igazából már azelőtt oda kezdtünk el tartani, hogy a boost megtörtént volna. Tehát már azelőtt oda lett tartva. Az más kérdés, hogy mondjuk most esetleg azért volt oda tartva, mert tudtuk, hogy már ott áll egy ember és várakozik valamiért, vagy pedig azért, mert szimplán ez egy teljesen átlagos dolog, hogy ilyen szituációba boostolnak. De... ki vagyok én, vagy ki vagyunk mi kommentátorok, hogy bárkit vádoljunk. Akár Rolle, nem úrlát ránt magyarra, és most lehet menni megint a bombáért. Hasonló helyen dobták el, mint az előbb ejtette azt. Mert úgy az AVP, és Rolle pedig nem bír magával. Hiába lőtt két freget 7 HP-val, és simán kinézeget a fehér kocsinál lévő Renarra. Nincs füst, egy flash meg egy Hag viszont nem elég, hogy befusson mainből, úgyhogy mindenképpen ennyi kortól kell érkezni a Sparrow-nak. Nyilván olyankor se kell nézni rövidet, hogy van ott valaki, nincsen. Renard távolabb van. Duplán csipkutat a bombára. Hát itt Sparrow-nak kell tartani elsősorban a pozíciókat. Info meg is van. Ralnácsra segítenie kell Sparrow-nak, hogy biztosan legyen lőve az ember, hogyha Renard... Renard meglátja Rallent, és van rá is rád a padon lévő Sparrow-ra, hogy dobáltak rátokat, és Sparrow nagyon nagy bajban van. Renard megy rá Sparrow-ra. Renard el tudja lőni egy pisztolylövés, és fejbe lövi pisztolyjal. Meglátta Rallent, kilógott Rallent, Rallent kicsit türelmetlen volt, jobban kell fel a bújnia. Óriási fejeslő Renard, és lehozza az 1v2-t. Egyébként Sparrow ezt nem csinálta jól, szerintem sokkal bátrabban ki kellett volna nézni azzal az AVP-vel. Quadról le kellett volna tartani a szerintem neki, neki kellett volna tartani a quadról a beérkező játékost. És ha rövidről bejön valaki és be akar kerülni Sparrow mögé, azt viszont letartotta volna Rallen. Ettől függetlenül ezt Renard szépen leolvasta, ezt a kört. Sparrow-t azt tudta, hogy quadnában, mert Sparrow folyamatosan dobálta ki a gránátokat. Igen. Tehát az a tisztában volt abszolút Rallen. Bújhatott majd kicsit jobban. Megjön a Pinguintól az támadás, AK-kal törnek be, nincsen most náluk AVP. És itt van négy magyar játékosba futnak bele az átámadás során, amikor kapásból hármat ki is pucol a Team Kinguin 2v2, és hasonló elhelyezkedés, mint az előbb, annyi az egész, hogy Mauzinho most Sighton ragadt, nem tud elmenni Targi mögé, mert már itt van
Itt vannak a magyarok, egy megjött mainből, másik pedig fejérkocsitól. Bejönnek, meg van Mauzinho nekik a füstben. Utána pedig most Spero megint quadon harcol, de Spero most le tudja hozni az ő 1v2-ét, és egy 4k-val fejezi be a kört. 15-10 a Kinguinnak, matchpointnál járunk, és hát én körök kezdet gondoltam volna, hogy matchpoint lesz. Megtáltasodtak a magyar fiúk. Meg hát, ha csak két körre is, de megtörtént. Spero pedig vett egy bizont, csak úgy. Hát ezt ők is tudják, hogy most nincsen semmi pénze Rákosinak, hát láthatjuk is, milyen vegyes vásárlás van Márnál. Van egy full set, de kitje nincsen, Mycream-nek van kitje egyedül, és akkor CZ-k és pisztolyok. Most tanknak sikerült egy alkát beszerezni, de 12 HP-ja van, nem lesz egyszerű menet, és ez már egy, így is van, egy 1v4, ezt kellene megoldani a Renárnak, ha életben akarja tartani a csapatát az első pályán. Hát ennek minimális esélye van, hogy meg fog történni, főleg most, hogy már tudják a pozícióját is, a bombószanak B-re fog menni. És innentől kezdve... ez már csak egy egyszerű bombarakás és egy ember vadászat. Kényünk.